Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét. A 2019-es esztendőben első alkalommal kerül képernyőre Életvitel című magazin műsorunk. Egy számomra nagyon kedves téma került ma terítékre. Helytörténet, helyismeret és a témával kapcsolatosan hívtam meg beszélgető társaimat. Szeretettel köszöntöm itt a beszélgetés helyszínén László Gézán és Szarka Ágotát és Illyés Gábort. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Ha már elmondjuk, hogy ki mivel foglalkozik, vagy ki mivel foglalkozott, akkor az egy picit be is határolja azt, hogy miért tudunk mi erről a témáról majd egy jót beszélgetni. Ágotával kezdeném. Hamar össze lehet foglalni ugye azt, Ágota, hogy te hol dolgoztál és mit csináltál, aztán majd ezt egy picit kivesézzük, de szeretném, hogy mondd el, hogy a megyei könyvtárban, ami az első és egyben utolsó munkahelyed is volt, 2017. októberéig, hogy miként kerültél oda, és ez hová változott? Hát 1976. augusztus 1-én, friss diplomával a kezemben, könyvtár népművelés szakos diplomával a kezemben, jelentkeztem a megyei könyvtárba, ahova Horváth Gabriella igazgatónő fel is vett. Az első évet a feldolgozó osztályon töltöttem, de egy év után kértem magam a helyismereti gyűjteménybe. Jó, hamar. Ekkor nyílt lehetőség erre, mert akkor távozott el onnan az egyik kolléganő, és úgy gondoltam, hogy ez talán soha nem visszatérő alkalom. És mint feldolgozó könyvtáros nagyon sok helyismereti könyvvel találkoztam, és láttam, hogy ezek mennyire érdekesek. Ugyanakkor az olvasók is hiányoztak. A helyismereti gyűjtemény valamennyi megyei könyvtárban működik a 60-as évektől napjainkig, és ez mindig az adott megye irodalmával foglalkozik. Tehát mindazokkal a könyvekkel, amik a megyében jelentek meg, és a megyéről szólnak, a megye településeiről, és azokról a írókról, költőkről, közéleti személyekről, akik a megyében születtek. Amellett, hogy ott végezted a mindennapi dolgaidat, és segítetted azokat, akik bármilyen kutató munka során oda vetődtek, vagy ott próbáltak segítséget kérni. Mi fért még bele ezekbe az évtizedekbe? Tehát éppen azért, mert nagyon fontos volt számomra az, hogy az olvasók munkáját segítsem, hiszen egy könyvtárosnak ez a dolga, hogy segítse az olvasók, az oda betérő olvasók munkáját. Próbáltam olyan könyvtári segédleteket elkészíteni, amelyek segítik azoknak a munkáját is, akik esetleg nem jönnek be a könyvtárba. És ezt meg lehet-e ítélni, hogy ez mennyire volt hiánypótló, vagy mennyire tudták ezt használni, alkalmazni? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen hiánypótló volt. Az első munkám, amit a könyvtár ki is adott, ez végül is az egyetemi szakdolgozatom volt, a Szabolcs megyei iskola értesítők. És elkészítettem a Szabolcs megyei iskola értesítők bibliográfiáját. Ezzel tulajdonképpen népszerűsíteni fel akartam hívni a figyelmet erre a dokumentumtípusra. Másrészt összefoglaltam, úgymond, ezeket az értesítőket, tehát hogy a történeti Szabolcs megyéről, illetve az 1950. március 15-e után
mi úgymond közigazgatási Szabolcs-Szatmár megyében milyen iskolai értesítők jelentek meg, és ezek hol érhetők el? Tehát lelőhelyen, ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy az olvasók lássák azt, hogy az adott iskolai értesítőt megtalálják-e mondjuk a megyei könyvtárban, a levéltár könyvtárában, vagy a Kossuth Lajos gimnázium, Evangélikus Kossuth gimnázium könyvtárában, vagy esetleg el kell utazni miatt a Debreceni Egyetemi Könyvtárba, vagy az Országos Pedagógiai Könyvtárba. Más megyei könyvtárakban készítettek ilyet? Van tudomásod róla? Most ezt nem tudom megmondani, azt viszont tudom, hogy a 20. század végén, mondjuk így egy tágabb idő meghatározással, egy országos kutatás keretében, amit az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum irányított, a történeti Magyarországra vonatkozóan jelent meg az iskolai értesítők bibliográfiája, és ebbe a mi értesítőink is belekerültek. Én úgy gondolom, hogy a 90-es években sok más hasznos olvasmány mellett már I. és Gábor első kötetét is be lehetett helyezni, és be lehetett iktatni, és már onnantól kezdve kutatható volt. Melyik volt ez, Gabi, neked ez az első? Az első kötet, én Nyírbódányban nőttem fel, ott is, hát lényegében egy rövid ideig az iskolában is dolgoztam, és ott az volt az indítatás, hogy egy olyan kötetet szerettem volna készíteni, arról a helyről, ahol a gyermekkoromat töltöttem, amelyet majd talán az iskolában forgathatnak a gyerekek. Senki nem csinált ott ilyet korábban? Nyírbódányban volt egy 1969 megjelent monográfia, ennyi volt az előzménye, illetve volt még egy képes album, de ilyen jellegű kötet nem volt. És ez a kutatás vitt be a helyismereti könyvtárba is, és szabad akkor csatlakoznom, és minden szót itt meg igazolni tudok, tehát az iskolai értesítő. De először azzal kezdeném inkább, hogy tehát magának a helyismereti könyvtárnak a légköre, a birodalma, amit ifjú kutatóként fogadott, amikor megismertem Ágotát, megismertem Magyari Bélánit, és olyan helyismereti könyvtárosok voltak ők, és úgy álltok a kutatókhoz, hogy segítették. Tehát az a iskola értesítő bibliográfiája, készült a következő könyv, a megyei cserkészet története. Hát az egy az egyben annak köszönhettem, hogy az a bibliográfia ott állt, és volt egy olyan könyvtáros, amikor kértem valamit, a mikrofilmen, mert akkor még ilyen mikrofilmeken kellett ezeket a régi nyírvidék számokat olvasni, és akkor rengeteg időt ott tölteni a könyvtárba, és kijegyzetelni, hogy mit is ír a nyírvidék. Tehát az a bibliográfia az nagyon hasznos volt. És egyébként te kisfiúként minek készültél, és aztán mit tanultál? Mert ugye ez, amiről most beszélünk, ez egy kellemes elfoglaltság volt, de ugye ez nem volt a mindennapi munkádnak a része. Középiskolás koromban döntöttem el, hogy a tanári pálya lesz az, amit én szívesen csinálnék. Addigra kiderült számomra az, hogy én nagyon szeretem az asztalos mesterséget, de nincs hozzá kézügyessége. Én megnézem olyan műsorokat, és szívesen nézek, ahol régi kocsikat felújítanak, megtalálnak itt eldugott helyeken, aztán elővarázsolják, és szép autók lesznek belőle, de hát az ott sincs ügyességem, de az alkotás vágya az ott van bennem. Tehát az, hogy valamit letegyek az asztalra, ami ilyen kézzel fogható és hasznos, az ilyen téren is, de lesz ott nekem 20-30 valahány gyerek, akiket szintén lehet valamilyen módon formálni, lehet alakítani. És ez vitt engem annak idején a pedagógusi pálya fel, mint azóta is szívesen csinálok. És mit tanítasz? A Jókai Mór Református Általános Iskolában történelemre próbálom. A történelem szépségét próbálom a gyerekeknek bemutatni. Térjünk vissza oda, hogy elkészült ugye ez a könyved, ami ugye Nyírbogdánnyal kapcsolatos, meg hát mindazzal, amit te ott megéltél, meg amit megtudtál a településedről, de itt nem állt meg ugye a folyamat. Mi vitt tovább? És ugye hát Nyíregyházára kerültél, innentől kezdve azért ez is befolyásolta a te utadat. Ahol vitt az élet, én mindig kíváncsi voltam annak a helynek a történetére, tehát ahol élek. Tehát
Ez volt ugye elsőként Nyírbogdán, de már középiskolában is én Pannonhalmán végeztem, de ott is volt lehetőség arra, hogy egy ilyen kicsikét búvárkodjunk ott Pannonhalmának a történetében, ha már idegenvezetők szeretnénk lenni, ahhoz itt kellett hozzá ilyet is csinálni, és azt is nagyon szívesen csináltam, aztán jöttek a főiskolás évek, a nagymúltú Besenyei György tanárképző főiskola volt az a hely, ahol diplomát szereztem, és utána a családalapítás is ide kötött Nyíregyháza, és onnantól kezdve Nyíregyháza volt az, amiben beleástam magam. Voltak komoly elődeid, meg még ugye vannak itt Nyíregyházán, akik helytörténettel foglalkoztak, és nagyon komoly eredménnyel tették ezt hosszú évtizedeken keresztül. Tehát a könyvtárban ugye a helyismereti gyűjtemény, amit ugye Ágota vezetett hosszú éveken keresztül, az egyik ilyen bázisa mindazoknak, akik ilyen elkötelezettek, illetve hát a megyei levéltár is egy nagyon, nagyon komoly helyszín. Te gyakran megfordultál ezeken a helyeken. Úgy nevezem ezeket az intézményeket, hogy a múltunk forrásainak őrzőhelyei. Ötödikes gyerekeknek ott a évelején, mikor a történelembe bevezetem őket, akkor van egy ilyen rész, hogy a történelem forrásai. Hát én azt a történelem forrásai részt, ott az én beleveszem, hogy a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár helyismereti részlege, a múzeum és természetesen a levéltár, és a helyi közelsége miatt igyekszem oda a gyerekeket is elvinni. Tehát egy levéltár óra keretében nagyon sok esetben pincétől a padlásig bemutatják nekünk a levéltárat is. Belekapaszkodok az egyik mondatodban, amit mondtál, hogy mikrofilmen nézegettétek a Nyírvidék számaiban, hogy mi minden jelent meg. Abszolút nagyon jó információt tudok mondani, tehát éppen Ágota nevéhez kötődik az, hogy ugye digitalizálásra kerültek a Nyírvidék számai. Ez mikor volt, és miért gondoltad, hogy ez egy fontos dolog lenne? Bár olvastam, hogy ez egy pályázatnak köszönhető volt. Tehát attól kezdve, ahogy a helyismereti gyűjteménybe kerültem, azt tapasztaltam, hogyha bejött egy kutató, az első dolog volt, tehát ha valamilyen történeti témát kutatott, és az a történeti téma 1888-al kezdődött, vagy legalábbis 1888 és a második világháború végéig tartott, akkor az olvasóknak mindig ajánlottuk a kollégákkal együtt a Nyírvidéket, a megyei napilapot, ami korábban heti lapként indult, hiszen az eseményekkel egykorú források jelentek meg a Nyírvidékben, és a kutatók tényleg örömmel, elfeledve azt a gyötrelmet, amit a mikrofilm olvasó segítségével történő olvasás biztosított, mert az azért elég gyötrelmes volt. Tehát olvasgatták a Nyírvidéket, és ez tényleg nagyon hosszadalmas munka volt, hosszadalmas, kitartó munka, és amikor ugye a 2010-es évek elején hallottuk azt, hogy digitalizálják a hírlapokat, korábban a könyveket, akkor a vezetőim, a közvetlen vezetőim arra kértek, hogy gyűjtsek már össze olyan könyveket, amelyeket örökbefogadásra tudnék ajánlani az olvasóknak. Akkor én azt mondtam, hogy én a könyvek helyett inkább a Nyírvidéket ajánlanám, javasolnám örökbefogadásra, mert egyrészt ezek az olvasók itt élnek közöttünk. A Nyírvidék a miénk, csak a miénk, itt a megyében élőké. A könyvek is nyilván, tehát azt mondom, hogy Móricz, Krudi Gyula művei, de hát ők azért talán országosan is elismert írók, tehát ha örökbefogadásra ajánljuk, akkor talán szélesebb azoknak a köre, akik örökbefogadnák az ő műveiket. Támogatást nyert ez a
ez a javaslat, és valóban így indult, aztán jött egy pályázat, egy pályázati lehetőség, amelyet nem hallgathatjuk el, meg nem is akarom elhallgatni, végülis a József András Múzeum adta be a pályázatot, de a többi közintézmény is támogatta, és mivel az Arcanum csak az eredeti újságokat akarta, vagy tudta digitalizálni, tehát azt mondták, hogy ezzel tudnak egy jó minőségű, használható, olvasható digitalizált anyagot biztosítani, ezért valamennyi közgyűjtemény odaadta a nála meglévő eredeti újságot. Hát ez egy csodálatos dolog, nem tudom, hogy Gabi, te végig mikrofilmezted az összeset, vagy még időbe jött ez a lehetőség. Én is ott kezdtem, ezt úgy neveztem magam, ez volt a nadrágkoptató időszak, amikor tényleg hosszú időszakot ott kellett, és akkor befűzni, tekergetni a mikrofilmeket, aztán a következő korszak volt, amikor már volt egy digitalizáló gép, illetve nem is szkennelőgép volt a levéltárban, amikor már egy oldal leszkennel, és akkor floppira lehetett menteni. Már a gyerekek lehet nem is tudják, mi az a floppy, hát nekem rengeteg floppy volt, a nyírvidék cikkekkel elment, és akkor a harmadik rész volt az, amikor, illetve a mai, amikor be sem kell menni a könyvtárba, otthon a gép előtt ülve, az internetnek köszönhetően, az említett Arcanumnak az oldalán. Szerintem a legtöbb anyag az a megyei könyvtárnak a anyagai vannak fenn, ott az mert úgy vannak, hogy a megyei könyvtáraknak meg lehet nyitni az oldalait, és akkor kijön, melyik könyvtárból milyen anyagok vannak fenn, és a mi könyvtárunknak nagyon-nagyon sok periódikájót van, és a Nyírvidék első között, és most nagyon-nagyon leegyszerűsítették a keresést, hogyha egy szóra vagyok kíváncsi, a kereső, beírom azt, hogy cserkész, és már is kidobja 5000 oldalt. Ágota, azt mondtad, hogy neked olyan izgalmasnak és érdekesnek tűnt azt, hogy oda kerülj a helyismereti gyűjteménybe. Olvastál korábban ilyen jellegű írásokat, köteteket, és az fogott meg? Tehát az a munka, amit végeztek a kollégák, mert most hadd mondjam el még azt, hogy tulajdonképpen a helyismereti gyűjteményeknek, tehát a megyei könyvtárakban működő helyismereti gyűjteményeknek maguknak kell előállítani azokat a, hát mondjuk segédleteknek, könyvtári segédleteket, ami alapján a kutatók dolgozhatnak. Így például talán a szélesebb közönség nem is tudja, hogy a Kelet-Magyarország cikkeinek a feltárása, visszakereshetővé tétele, mindazoknak a napi sajtóban megjelent cikkeknek a megtalálása, feltárása, ami egy-egy településről vagy személyekről szól, ezt mi magunk teremtettük elő, hát kezdetben ugye cédula katalógus formájában, most már a Jadox adatbázisban, amely az interneten elérhető, és ott van beszkennelve mellé a maga a dokumentum is. Hát úgy gondolom, hogy akik itt a városban, a felsőoktatásban tanulnak, vagy akik már elszántak és középiskolás korukban is szeretnek összeállítani ilyen komolyabb dolgozatokat, nagyon komoly segítségre számíthatnak itt. Azt se tudom, hogy fogalmazza meg azt a kérdést, ha arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire gazdag a megyei könyvtár helyismereti gyűjteménye. Tehát, hogy milyen számadatokat tudunk ezzel kapcsolatban elmondani. Mielőtt a számokra térnénk, nem mondtam még egy nagyon fontos dolgot, hogy a helyismereti gyűjtemény nem csak a jelenlegi Szabolcs-Szatmár megyére vonatkozó irodalmat gyűjti, hanem a Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe foglalt történelmi vármegyéket. Tehát Bereget, Szatmárt, Ugocsát és Ung vármegyét is abban a időszakban, amikor ezek a vármegyék közigazgatásilag Magyarország részét képezték. És hát azt gondolom, hogy ez is egy
fantasztikus dolog, és nyilván napjainkban is írhatnak ezekre az időszakokra vonatkozóan, és ez is a gyűjtőkör részét képezi, és még gyorsan annyit hadd mondjak el, hogy a digitalizálási pályázatok segítségével, és ezt semmiképp se szeretném magamnak kisajátítani, hiszen én csak egy javaslattevő voltam, és hát nyilván az intézményi háttér, támogatás, stb. De arra is lehetőség nyílt egy pályázat kapcsán, hogy a Debreceni Református Kollégiumban fellelhető Szatmár megyei lapokat digitalizáltassuk, és ezek ugyanott a Nyírvidék és a más szabolcs-szatmári, tehát a jelenlegi megyehatárok között megjelent lapok között elérhetők. És akkor a számadatok? A számadatok, hát maga a gyűjtemény 10 000 körüli kötetből áll, tehát a tulajdonképpen a könyvek, az önálló megjelent és gyűjteményes kötetek. Ez egy magas számadat. Igen. Képeslapok, apró nyomtatványok, a megyei önkormányzatok, vagy a megyei települések által kiadott sajtótermékek. Ezeknek a számát nem tudnám most megsatszolni, de akárha azt nézzük, hogy itt ebben a bibliográfiában, amely a megyében megjelent sajtótermékeket tartalmazza, több mint 1000 cím jelent meg 1845 és 2000 között a megyében. Ugye mi többször is találkoztunk, amikor dokumentális jellegű televíziós anyagokat készítettem, és hát szükségem volt arra, hogy egy-két kézzelfogható dolgot is lássak, olvassak az adott témában, és ugye én is mindig szerencsére sikerrel jártam a megyei könyvtárban. Gabi, te olvastál ilyen jellegű anyagokat, amelyek megfogtak, vagy egyszerűen le akartad írni, amiket megéltél, vagy amiket hallottál másoktól? Ugye én nem nyíregyházi vagyok, tehát olyan, amit megéltem, az csak a főiskolás évek, tehát a régmúlt, inkább azok a kiadványokból, illetve a helyi lap, ami alapján sikerült ezt feltárnom. És hát nyilván a legmeghatározóbb élmény az Margócsi József Jocó bácsinak a kötetei, az utcátelek emléktáblán 5 kötetben kiadott várostörténeti sorozata. Mind a ketten hoztatok több kötetet is. Ugye Gabi előtt azt a gyönyörű kötetet, kiadványt láthatjuk, amely viszonylag frissnek mondható, ugye? Szeretném, hogyha egy-két mondatot mondanál erről a kötetről. Ez a Nyíregyházi Naplónak van a helytörténeti rovat, amiről az utcák mesélnek, és ez a kiadvány azokat a cikkeknek a válogatása, szerkesztett változata, amelyek alapban megjelentek. Egy ilyen várostörténeti képeskönyv tulajdonképpen. Ez egy nagyon értékes dolog. Gondolom, hogy a könyvtárban elérhető, a levéltárban elérhető, és meg is lehet venni egyébként. Igen, elérhető a könyvtárban is, már is a levéltárban is. Uh-huh. Aki szeretne saját példányt, beszerezheti, ugye? Van már 2 könyvesbolt, ahol igen. Értem. Amiket Ágotat te választottál és elhoztál magaddal, az éppen az egyik, amit Gabi említett, és Margócsi Jocó bácsinak a sorozatának az egyik darabja. Az érdekes, hogy melyiket hoztad magaddal, vagy csak a sorozat egyik darabját szeretted volna? Hát konkrétan azért hoztam ezt, mert Jocó bácsinak egy kedves dedikációja olvasható benne, ami még 1997-ben, amit még 97-ben írt a könyvbe, de hadd mondjak annyit, hogy mind a Jocó bácsi könyve, mind a Gabi által készített könyvek, akár az emléktáblákra, nyíregyházi emléktáblákra, vagy a Amiről az utcák mesélnek című könyvet nézzük. Tehát ezek mind nagyon-nagyon hiánypótló kötetek, és visszagondolva az olvasók kérdéseire, kéréseire, én úgy gondolom, hogy az olvasók ezt nagy örömmel
forgatják majd ezeket a könyveket. Ebben biztos vagyok, és a beszélgetésünk végére éppen azért hagytam ezt az utolsó kérdést, vagy inkább megjegyzést, hogy mind a ketten kaptatok elismeréseket, és tehát ez azt mutatja, hogy nem csak az olvasók hálásak és ismerik el a ti munkátokat, hanem Gábornak a munkáját Nyíregyháza város az elmúlt esztendőben, ugye éppen a Magyar Kultúra napján ismerte el. Gratulálunk ehhez az elismeréshez, és hát további jó munkát kívánok. Ágota pedig megkapta azt az elismerést, amit könyvtári berkekben ugye maximális elismerésként oda lehet adni, ez ugye 2016-os. Ami roppant érdekes, hogy hoztál egy olyan kitüntetést magaddal, amit viszont te a Vöröskereszttől kaptál. Annak mi az indítatása? Tulajdonképpen nagyon sok intézményben folyik, vagy működik Vöröskeresztes alapszervezet, amely hát segíti a városi Vöröskereszt munkáját, és nálunk is működött, és működik ma is Vöröskeresztes alapszervezet, és a feladataink között a véradást szervezzük, ugye ez nagyon fontos, és amiben tudjuk, segítjük a Vöröskereszt munkáját. És azt szeretném legvégül megkérdezni, Gabi, hogy most alakul valami újabb kötet? Írsz? Hát a fejemben van még sok ötlet. Most ugye a 2019-es évet Rákóczi emlékévnek nyilvánították. Egy régi, ez már 2003 óta folyik az a történet, hogy a Rákóczi emlékjelek után kutatok országszerte, sőt, határon túli településeken is. Ezt szeretném most ebben az évben egy még nagyobb lapáttal rátenni, és akkor ezt, hát ha összejönnek, akkor talán kötet formában is megjelentetni, de még mindenféleképpen a anyag meglévő anyagnak a rendszerezése, ez a legközelebbi. Ágota, te hogyan tudtál megmaradni amellett, amit csináltál egész életedben? Hát az én terveim között szerepel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében foglalt történeti vármegyék sajtótörténete 1920-ig a trianoni békeszerződésig, hiszen addig képeznek, illetve hát addig képeznek egy egységet ezek a sajtótermékek, utána már ugye megszakadt ez a folyamat. Tulajdonképpen ez volt a doktori disszertációm témája, és ezt a disszertációt szeretném még továbbfejleszteni, és egy könyvben majd az olvasók számára kiadni. Hát gondolom, hogy a kedves nézők nevében is mondhatom, hogy kíváncsian várjuk mindkettőtök további munkájának a hozadékát és a gyümölcsét. Köszönöm, hogy itt voltatok, és további hasznos alkotó munkát kívánok. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, ez volt a januári életvitel, következő alkalommal is várjuk majd Önöket, viszontlátásra! A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.